Arab nyelvű mesét néznek ezek a migráns gyerekek a szabadkai ideiglenes befogadóközpontban. A hetekig vagy akár hónapokig tartó várakozás alatt számukra legtöbbször ez az egyetlen szórakozási lehetőség. Akad olyan fiatalkorú bevándorló is, aki szülők nélkül vágott neki az Európai Unióba vezető útnak. A magát 17 évesnek valló Gül Ahmad embercsempészek segítségével jutott el Afganisztánból Szerbiába. I'm coming here, I'm alone, because I'm in Afghanistan first, I'm good to Iran, but good to Turkey, but good in Greece, but I'm coming here. 8,000 euro I will give for a smuggler, but I'm good to Hungary, but all time I'm living in Hungary. A szabadkai befogadóközpontban jelenleg mintegy 130, többségében pakisztáni és afgán migráns várakozik, közülük 80-an kiskorúak. Egyedülálló felnőtt férfival csak elvétve találkozni, mivel többségük a bizonytalan végeredményű várakozás helyett inkább illegális úton próbál az Unióba jutni. A befogadóközpont családos lakói stábunknak nem kívántak nyilatkozni, mivel véleményük szerint ez később gondot okozhat nekik. Kamerán kívül azonban elmondták, hogy az itt töltött átmeneti időszakban számukra minden alapvető életfeltétel, mint amilyen a napi háromszori étkezés, a tisztálkodás és az alvás is biztosított. A teltház ellenére Szabadkán nem terveznek további bővítést a befogadóközpontban.